Rendőrségi pecsét a Bátai ház vaskapuján, itt tölte meg a legjobb barátját egy 60 éves férfi. Évtizedek óta jóban voltak, míg nem tavaly egy nő miatt romlott meg a viszonyuk. A támadó átcsalta magához a barátját, majd rátámadt. Kézzel és egy ismeretlen tárggyal szétverte a fejét, majd az élettelen testét a pincébe vitte. Másnap oltott meszet vett a faluban, amivel leöntötte egykori barátját, így akarta felismerhetetlenné tenni. Az azóta börtönben levő férfi ügyében kedden tartott előkészítő ülést a bíróság. Stábunk csak néhány percet forgathatott a tárgyalóteremben a járványügyi helyzet miatt. Az ügyész hosszú évekre börtönbe küldeni a brutális gyilkosságot elkövető bátai férfit. A vádiratban az ügyészség a vádlottat az emberölés büntettének alapesetével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza. A mostani előkészítő ülésen nem született ítélet, mert a férfi nem ismerte be részletekbe menően a gyilkosságot. Beismerte a bántalmazást, de a részletek tekintetében a vádtól eltérően nyilatkozott, és minden részletet nem ismert be. Így, mivel hogy nincs teljes beismerésben, a bíróság az előkészítő ülést berekesztette, és tárgyalásra tűzte ki az ügyet. Az ügy szeptemberben fog folytatódni. A saját barátja fejét szétverő férfi ügyében így legközelebb szeptemberben tart tárgyalást a bíróság.